Szóval akkor jelen pillanatban Montijóban vagyok, Montijó városában. Remélem jól mondom. Tehát Montijó városa itt van a Lisszaboni öbölben. Igazából nem tudom, hogy így hívják, hogy Lisszaboni öböl. A lényeg az, hogy a Tahó nevezetű folyó, ami ugye az Ibériai félsziget legnagyobb folyója, az itt megy be az Atlanti-óceánba, itt folyik be, tehát itt egy Churchill torkolatot alkot, itt Lisszabonnál, és én ebben ennél a Churchill torkolatnál vagyok, velem szemben, vagyis Montijó városával szemben van Lisszabon, a víznek a másik oldalán, itt ível át tőlem nem messze a Vasco de Gama híd, ami Európa leghosszabb hídja, annyit tudni kell róla. 17 egész valahány kilométer. Nagyon hosszú, volt szerencsém már átmenni rajta. Lisszabonból kifele a híd ingyenes, viszont ha a városban mész be, és azon keresztül szeretnél bemenni, akkor meg fizetős a híd. Nagyon szép az egész, nagyon szép látvány. Átmenni is egy élmény rajta. Szóval most én itt vagyok Tahó folyó mellett, vagyis a Tahó tölcsér torkolatánál. Na most akkor én itt ezt most megnézem, és próbálok pár képet csinálni erről az egészről. Igazából a mondani valómat nem itt akartam elmondani az autóban, csak kint nagyon fúj a szél most jelen pillanatban. Persze jó idő van, 17-18 fok körül van, de nagyon fúj a szél, és ezért nem lehetne semmit hallani a hangomból, mert ugye nincs mikrofonom még, de venni fogok egy mikrofont, figyelem. Szóval rajta vagyok az ügyön, nem olyan egyszerű a dolog, ahogy én azt képzeltem, de kell vennem egy mikrofont, hogy jó legyenek a dolgok. Nyilván ahhoz még beszélnem is tudni kéne, hogy ez aztán már tökéletes is legyen. Na mindegy, a lényeg, hogy elmegyek most, megnézem ezt a folyócskát, a városkát. Eltöltöm itt a vasárnapomat.
Benn vagyunk a portugál hadibázison. Lecsekkolták még a seggemet is, hallott. Tök izgi. Na mindegy, most itt variálok bent, keresem azt az épületet, ahol nekem le kell raknom a dobozt. Tadám! Itt vannak nagy repülőgépek valahol eldugva. Járt már valaki úgy, hogy gyermekkorában valami olyasmit hallott, vagy olyat tanult meg, amit félreértelmezett, vagy nem jól értelmezte az agya, és tök hülyeséget gondolt. Félreértelmezte az agya, és úgy élt le éveket, hogy hamisan gondolt dolgokat. Elmondok én egyet, amivel én így jártam. Tök nevetséges dolog szerintem, de mégis beszoptam ezt. És ez nem más, mint Jules Verne, ugye a híres francia író. Valami hülye lefordította a nevét Verne Gyulára. És én ezt meghallottam gyerekkoromban, hogy Verne Gyula, Jules Verne. És mit csinál a hülye agyam? Hát azt gondoltam évekig, hogy Verne Gyula valamilyen szinten magyar, bassza meg. Hát ki volt ez a barom, aki lefordította a nevét Verne Gyulára? És ezért az én agyam valamilyen ott befogva bekódolta magyarságát. És úgy éltem le éveket, hogy azt gondoltam Verne Gyula valamilyen szinten magyar. Hallod? Átbasztak annyira.
És egyszer csak rájöttem, hogy ez nem igaz. Semmi köze nincsen vagy annak, csak valami balfasz lefordított a nevét. Verne Gyulára hallott. Hát én nem is értem. François Villon miért nem fordítják le magyarra? Hát ki volt ez a hülye, aki lefordította? Mert... agylövés, hallod? Agylövés. Szóval ilyet még egyszer meglássak, valaki lefordít egy külföldi költőnek, írónak a nevét magyarra, hallod, mert megölöm. Hát átbassza a gyerekeket.